csapatunk 9 edzőmérkőzésen győzött, 3 esetben kikapott, és 2 esetben döntetlenezett. Mérkőzésenként átlagban 3 gólt rúgtunk. Nyilván számadat az őszi idénytől. Csapatunk őszre a negyedik helyen végzett, 27 pontot gyűjtöttünk, 29 gólt rúgtunk és 17-et kaptunk. A 27 gólból 9-et Tóth Ferenc, 5-öt Szabó Tibor, 4-et Tüccő Marián, 2-2 gólt Mészáros Zoltán, Győri Zsolt és Varga Tihamér, 1-5 gólt pedig Kitári István, Remek József, Meggyed József, Tudor Attila és Varga Dezsi rúgott. Ahogy Golemusztától Bungoval is sportoló Francis Bertrand. Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, az 1994-es, 95-ös szezonban járok a második ligában is. Tiszta kék szerelésben a Kohucsi új szponzort hirdető mezben lép pályára a Molnár Zoltán és Csiba Alfred vezette bősi legénység, amely az őszi szezont a negyedik helyen zárta. És ez volt az az idény, amikor először 3 pont járt a győzelemért. És egyébként ebben az idényben aztán meg is tartotta a tavasszal a negyedik helyet a Bős. Összesen 30 meccsen 15 győzelem, 5 döntetlen és 10 vereség, 52-38-as gólarány és 50 pont. Ebben a bajnokságban a Nyitra végzett az élen és jutott föl az első ligába, a Léva osztályozót játszott. A Bősiek összeállítása a következő. Egyessel a kapuban Jankovics, a védelem jobbról 4-es Tóth Feri, 3-as Cucor Attila, 11-es Csifári István és 7-es Varga Dezső. A középpályáson jobbról 8-as Mikóczi Péter, a csákányi származású szlován nevelés, 5-össel Sütő Marián, aki Nyitrán nevelkedett és játszott az élvonalban éveket, 2-essel Miklós Attila, a fiatal felsőpatonyi tehetség, 10-essel Balhaf pozíciójában Mészáros Zoltán, és a csatársokban a jól megszokott 2-ös Szabó Tibi 6-ossal a brazil becenévre hallott, és 9-essel Győri Zsolt. A Puho, azaz a Puho, a Matador, a kapuban Trancsík, a védelem, Lisivka, Csacho, Szalani és Lazor, a középpályásról Maroniak, Hizsák, Gyuris és Melis, a csatársorban pedig Vojtek és Jancsi. A játékvezető Balko és 1100 néző a Bősi Park stadionban. Ez a tavaszi rajt, mint mondtam, a negyedik helyről várta a folytatást. A Bősi legénység és ezt a negyedik helyet aztán meg is tartottam, mint ezt is már említettem. Csacho, a jobb hátvéd. Maroniak le is teremtette azonnal Jankovics Attila Dedét, azaz Varga Dezsőt. Nem mehet el Dede, szólt az ordibálás. Hallgatott is ráadat kölcsön Varga Dezsi. Időben megállította meg a fülle jobb halfot Maroniakot, Tóth Fece íveli fel, Szabó, Szalanivel szemben, az egyik legrutinosabb, Mikóczi kérné, Szabó inkább cselez, a túloldalon Csacho fejeli ki, megvan az első szöglet, alig kellett rá várni, 3 percet, Mikóczi adja be, aki a Slovan junior csapatában többek között Peter Dubovskival és Kristofinkkal is együtt játszott, aztán az A csapatban már nem fért be, ezért jött Bősre, a rövid saroknál őrködött Csacho, ismételett Mikóczi, nem a legjobb volt ez a sarokrúgás, talán a második jobb lesz, természetesen otthon Csifári és Varga Dezső is, fejelő emberek, őket keresi Mikóczi, és Cucor Attila a harmadik,
aki szintén fölé állt rögzített helyzetekből, a sepregető pozíciójából fölé bólint 3 méterről. Cucor Vágsejéről érkezett, érsekújvári származású, liberó. Vojtek és Vargának kell Melis elől, még Gyuris. Melis megint. Megkeverte a védelmet Gyuris és Melis. A két fürge középpályás, és ütköztek ott, de valóban jogos a szabadrúgás. Varga Dezsi lemaradt, de ott a szabálytalan. Talpo játékvezető mutatja Jordágy. Varga Dezső felépült, és már ott van a sorfalban. Nézzük Gyurist. Gyuris vagy Slani? Gyuris ellenkedi, és Slani telibe találja a sorfalat. Az ismétlés is levárulnik Csifáriról. Mészáros. Melis. Gyönyörűen vette le Gyuris. Vojtek pörgeti vissza. Mészáros fejti. Takarít bedobásra. Frissen. Jól kezdtek a vendégek. Kitűnően előkészített pálya, és hát az idő is kedvez. A tavasz elején járunk, de verőfényes napsütés. És szélcsend a Park stadionban. Minden körülmény adott egy jó találkozóra. Gyuris! És Cucornak kellett őrködnie. Tóth Fecer röviden. Győri azért utána megy. Kiharcolni bedobást. Lazar. Vojtek. Tóth üldözi. És piszkálja ki előle szögletre. Támadó szellembe lépnek fel a vendégek. Akik az őszi szezon a 8. helyen zárták. Melis. Fülge jobb half. Hosszú oldalon. Varga Dezsőnek kellett eltakarítani az ötös sarkáról a felfutó Slanit. És ezt sikerült is testel Dadének. Tot. Győri kapott egyet. Lazor volt a védkes Tóth. Megint Szabó eltakarja a labdát. Slani azonban kipiszkálja előle, Mikóci dobhat. Szabó. Lazor. Csak Tóth Fecéig, aki azonnal kapura tűzi, mert látja, hogy beadást várt Remcsik. Dicséretes a meglátása Tóth Fecének. Külső csavarást is beletett, nem tudta eléggé leszorítani, de minden esetre a szándék az focistára vallott. Tóth Fece tudatosan lőtte kapura, egyértelmű. Szabó. Slani kotorja ki előle. Mikóci a bedobása. Szabó 5-5-ször vagy 6-5-ször Lazorral szemben és ballal középre. És nem találja el Győri. 11-es pontról. Ez már gólhelyzet volt. Mindenkit meglepett Szabó azzal, hogy a köztudottan jobblábas és a ballábára, tehát a rosszabbikra cselezett vissza. És az élesen középre lőtt labdája bizony meg is találta. Ígéretes pozícióban Győri Zsoltot, aki nem is vacakolt sokat, azonnal kapura küldte, nem találta jól a lasztit. Miklós. Cucor. Vojtek. Még bent tartja? Még bent. Nem az asszisztensje lesz, hogy már nem kellett volna magához ölelnie a lasztit Jankovicsnak, mert Cucor azért annyira figyelt, hogy kitessékelje az alapvonalon túlra,
a puhói csatárt így bősi kirugás. Nyolcadik perc. Győri és Pfucor már közel járt a kapuhoz, és ha pontosabbak és határozottabbak, akár nem is szerezhették volna a vezetést. Egyelőre mit két együttes támadó szellemben játszik, és ez nagyon jó. Most talán túlságosan is támadó szellemű volt ott Melis. Fürge jobb half az egyik legaktívabb, mert rátartott Csifári lábára. Varga Dezső végezheti el a lyukos szabad rúgást kifelé. Szépen csúsztatta meg Szabó, hogy Győri elől azonban Csáho vágja vissza. Mészáros hagyja megelégedett egy bedobással. Szabó most a túloldalon tűnt fel. És Csáho ismét munkában a jobbek. Mészáros Szabó takarja el, Szlanival eszembe, jól fordul le Szabó. Igen, labda volt. Pillanatra úgy tűnt, akár 11-est is kiharcolhat a brazil, de valóban a tapasztalt Szlani ügyelt arra, hogy ne találjon lábat, csak labdát. Ez viszont már Lazor belépője szabálytalan. Mikóczi ívelhet középre, inkább hagyja Tóth Fecének. Tudjuk, hogy élesen középre lövi. Tóth Fece remek jobb lába van, 9 gólt szerzett az ősi szezonban, 5-t 11-esből, 4-et pedig szabadrúgásból, és megint Cucor érkezett. Takarásból nem tudott igazán kapura fordulni, így az első 10 perc végén Bős, Puhó